Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét. Régi szép hagyomány már mondhatjuk azt, hiszen évek óta az ünnepi időszakában karácsonykor ellátogat hozzánk Spányi Antal megyés püspök. Az idei esztendőben sincs ez másképp. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Az ünnepi időszak mindig egy kicsit alkalmat ad arra, hogy az évet is értékeljük, áttekintsük. Hogyan látja, milyen volt az idei esztendő? Az idei esztendőt így visszatekintve úgy látom, hogy nagyon szép volt, sok öröm volt benne, sok nehézség, és nagyon zsúfolt volt. Ahogy az ember tapasztalja, hogy mint az idő egyre inkább gyorsan szaladna, egyre több eseményen kell az embernek helytállni, egyre több mindenre kell odafigyelni, és ezt jól mutatja ennek az esztendőnek az adventje is, hogy valójában, ami máskor általában 4 hétig tart, most 3 hétre zsugorodott össze, és ebben a 3 hétbe kell több mindent bele zsúfolni, mint más években esetleg a 4 hétbe. Az idő egyre sűrűbb, és egyre jobban szorítja az embert, hogy szaladjon az idő után. Holott az advent a várakozás, a felkészülés időszaka is mégis ebben a szűkös időben. Nehéz azt megtalálni, hogy az ember eleget tegyen a kötelezettségeinek, de mint ember is meg tudja élni a várakozást, a fölkészülést, ahhoz, hogy a lelkünk igazán ünneplőbe öltözzön, hogy a szívünket is föl tudjuk az ünnepre díszíteni, ahhoz mindenkinek, a papi embernek is szüksége van a csöndre, a magányra, arra a belső csöndre, annak a megtapasztalására, ami nem pusztán a világ zajának a kirekesztése, hanem egy elmélyülésre való lehetőség. És ezt nehéz megtalálni, nehéz megteremteni. Annyi mindenre kell odafigyelni, hogy szinte az embernek a gondolatai akkor is zakatolnak, amikor azt szeretném, hogy most kikapcsolódok, és pihenek, és lazítok egy kicsit, így készülve esetleg a következő programokra, de az ember feje akkor is gondolkodik, és a gondolatok akkor is cikáznak benne. Hogy lehet lopni mégis egy kis időt erre a várakozásra? Önnek milyen trükkjei vannak? Hát nagyon nehéz. Én azt hiszem, hogy az évek során kialakítottam, vagy hagytam, hogy kialakuljon bennem valami, hogy én egyszerre próbálok több dologra is odafigyelni. És nyilván nem egyforma intenzitással, de az egymás után követő programok ott vannak egymás alatt a tudatomba, és úgy próbálom a gondolatokat, mint egy fiókba betenni ebbe, abba a témába, és így próbálom a gondolataimat, a szívemet hát gazdagítani, és megbecsülöm azokat a apró lehetőségeket, amik arra adnak módot, hogy az ember egy picit visszavonuljon. Mi imádkozunk, mondja a papa zsolozsmát, ami egy hosszabb imádság egy nap. Én igyekszem elmondani az egyházmegyéért, papokért és a hívekért, az egyházmegyében élő minden emberért, a rózsafűzért. Ez együtt így több, mint egy óra, amit nem feltétlenül egy huzamba végez el az ember, mert nyilván bele is fáradna esetleg, de ilyenkor az ember tud a gondolkodásában, az Isten jelenlétében, azoknak a lelki-szellemi közelségében, akikért én imádkozom, azoknak a jelenlétében valamiféleképpen tud az ember pihenni is, tud az ember készülni is, és azt hiszem ez az a mód, amit én magamnak megpróbáltam megvalósítani. Nyilván sokféle mód van, és mások más utakat járnak. Talán azt mondhatom, hogy ez az én utam, nem a legtökéletesebb. Mindig sok izgalom, sok feszültség van ebbe, hogy elkészülök-e, jól elkészülök-e. Utána el tudtam-e mondani azt, ami igazán bennem volt, mert arra nem nagyon van módom, hogy minden gondolatot pontosan leírjak. Néha van erre lehetőség, és akkor törekszem is erre, de legtöbbször nincs rá így mód, és ezért ott marad az emberbe egy kérdés, hogy az ment át, amit én akartam, sikerült azt közölnöm,
azokkal, akik figyeltek az én szavamra, meghallgattak, megtiszteltek engem, tudtam-e őket gazdagítani, adtam-e valamit, amit ők magukkal víve az életük egy kicsit tartalmasabb, szebb, békességesebb és örömtelibb, meg reménytelibb lett. Jó, magam megfogadtam egyébként Püspök atya tanácsát a tavalyi esztendőben, pont amikor így beszélgettünk a felkészülésről és az olvasásról, és olyan érdekes, mert Lukács evangéliuma talált meg ebben az adventi időszakban. A Lukács evangéliuma az egyik legszerettettebb és legvarázslatosabb evangélium. Mindegyik Jézus életét mutatja be, de mi azt mondjuk, hogy az első három, Máté, Márk, Lukács, azok szinoptikusok, együttlátók, egyféle látószögből mutatják be az eseményeket. A negyedik, a János evangélium, az később született, és ott már próbálják az eseményeket értelmezni. Tehát nem csak elbeszélik, hogy mi mit éltünk meg Jézussal, mit hallottunk tőle, és mit hallottunk róla a prófétákról, hanem ott már elmondják nekünk azt, hogy ezen a Jézuson keresztül az Isten mit művel itt bennünk és velünk. Az egy másik műfaj, az kemény teológia, magas teológia. Az első három, a szinoptikusokban, az együttlátó evangéliumokban, ott a Lukács evangéliuma azért olyan nagyon kedves, mert az a jóságos Jézus áll előttünk, aki gyógyít, aki tanít, és ez az az evangélium, amely a Szűz Máriára visszamenő hagyományban elmondja nekünk a Jézus születése körüli eseményeket. Párhuzamba állítva keresztelő Szent János születésével, ott is egy hírüladás, Máriánál is a hírüladás, aztán a két asszonynak a találkozását elbeszéli, és utána a két születést elmondja, és annak a körülményeit. Ez a gyermekség evangélium található meg legteljesebben Lukács evangéliumában, a többiek ezt ilyen részletességgel nem írják le. És ez nyilván Szűz Máriának az elbeszélésére megy vissza, és így nagyon könnyen átélhetővé teszi számunkra az adventban a fölkészülés idejét, karácsonykor a találkozásnak az örömét és idejét. Akkor biztos nem egy véletlen találkozás volt ez nekem is. Biztos, hogy a kegyelem útja volt. Sem. Mi lehet az idei advent üzenete, hogyha így egy kicsit visszanézünk? Az ember ünnepli adventban és karácsonykor nyilván azt, ami ennek a ünnepnek a lényege, az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Így megyünk el Názáretbe, ahol halljuk az angyal köszöntését Máriának, így járjuk Máriával azt az utat, amelyet ő 9 hónapon keresztül szíve alatt a kis Jézussal járt, átéljük az emberek csodálkozását, értetlenségét, hogy honnan ez a gyerek Mária méhében. Aztán a Betlehembe vezető út minden veszélyét, fáradtságát, a Erzsébettel való találkozás különös élményét, a betlehemi születést, a barlangistálót, és az első éveket, amikor Egyiptomba menekül a Szent Család, az első éveket, amelyekben az Úr Jézust, mint menekült éli meg a maga életét a világban, és aztán a názáreti éveket. Ezt az évet, ezt nekünk is meg kell próbálni valahogyan így szemlélni, és ezt átélni. De mindig fontos, hogy valami aktualitást is tudjunk benne találni. Találjunk benne valamit, ami egészen közel jön hozzánk, ami egészen aktuális a mi életünkben. Bőséggel talál az ember ilyet, hogyha keresi az Istent, hiszen az Isten nem úgy általánosságban szeret bennünket, hanem az Isten szeretete az mindig konkrét formában mutatkozik meg. Én azt hiszem, hogy most, ami keresztény értékeinknek az őrzése, megtalálása, ezeknek az értékeknek a tudatosítása az, ami ebben az esztendőben különösen is megszólít bennünket, én is úgy érzem, hogy erre hív ez az esztendő, és a családnak a támogatására, erősítésére. Ugye itt Európában meg a világban a családot sokan érdekes módon szemlélik, és sok minden emberi kapcsolatrendszert próbálnak a családdal egyenértékűnek bemutatni, pedig nyilvánvalóan nem lehet az. A család az család,
a barátság az barátság, valamiféle kapcsolatrendszer az egy valamiféle kapcsolatrendszer, mint ahogy a gyümölcsöknek is megvan a maga neve, és hát nem mondhatom a dinnyére azt, hogy az körte, mert az dinnye marad akkor is, ha akárminek nevezem. Fontos, hogy ezt a családot, éppen a názáreti szent családot szemlélve próbáljuk meg becsülni, értékelni, ennek a értékeit megtapasztalni és tudatosítani magunkban. Nekünk itt Fehérváron külön értékünk, hogy ehhez van egy másik szent családunk, Szent István király családja, Boldog Gizella és Szent Imre, akik erre nagyszerű példát mutatnak. Mondhatjuk, hogy a szent család, na jó, az egy más külön világ volt, Szűz Mária, Szent József, az egy másik világ volt, az Isten kegyeltjei, Isten védett emberei, akiknek azért bőven kijutott a szenvedésből. De a Szent István az olyan ember volt, mint mi. Abban a génállományban, azzal a törekvéssel, azokkal a küzdelmekkel, azokkal az emberi érzelmekkel, és hát így küzdötte meg a harcát, és így őrizte meg a maga családját, így tudta a családját vinni előre, és így tudta az egész nagy családot, a rábízott magyarságot megőrizni, és az élet felé vezetni és segíteni. Így amikor mi ezt a két szent családot nézzük, azt hiszem, hogy nagyszerű példát kapunk, hogy megtaláljuk a mindennapjainkban, hogy mit jelent számomra az én családom, mivel tartozom én ennek a családnak, mi mindent kapok én a családomtól, és mit kell nekem megtenni ennek a családnak a védelmében, ennek a családnak a megőrzésében. Sokszor áldozat, sokszor nehézség, sokszor nyilván kompromisszumok árán, mert egy családban nem lehet mindig mindenkinek egyformán igaza, de így tudjuk megélni a szeretetet, hiszen ez maga a szeretet, hogy nem a magam akaratának kell érvényesülni, hanem együtt akarjuk a szeretetben megtalálni azt az utat, amin együtt tudunk menni előre, és a reményünk, hogy előre jutunk együtt közösen. Meg talán ennek az útnak vissza kell menni a legelejére is, a hagyományoknak és az értékeknek a tiszteletére. Igen, nagyon fontos ezeknek az értékeknek a fölismerése és megőrzése. Az Ad Limina látogatáson, ami ennek az esztendőnek egy nagy ajándéka, nagy élménye, mindig élmény Rómába menni, de a Szent Atyával így találkozni, mert mi nekünk esetleg lehet néhány percre találkozni vele, röviden, céltudatosan, de úgyhogy két órát ott beszélgetve tudunk együtt lenni egy délelőtt, ez ritkaság, számba megy azért egy püspöknek, bíborosnak is. Ennek az évnek ez egy élménye volt, és ebben a két órás beszélgetésben a Szent Atya fontosnak érezte, hogy a lelkünkre kösse, hogy az értékeket, a hagyományokat, a gyökereket őrizzük, a keresztény múltunkat, azt mint kincset őrizzük, és ne engedjük elveszíteni a nemzeti értékeket, a nemzeti hagyományokat, azokat, amelyek a sajátjaink, amelyek megkülönböztetnek bennünket másoktól. Nem azért, hogy a megkülönböztetés legyen, hanem azért, mert ezzel gazdagodik a világ, és ha egyet is elvesztünk, szegényebb lesz. És tovább fűzte ezt a gondolatot, hogy ez a családban is egy feladat, hogy arra kell rávenni az embereket, hogy beszélgessenek egymással. Ahol beszélgetés van, ott lehet orvosolni a félreértéseket, sebeket, ott közös nevezőre lehet jutni, és ahol beszélgetünk, ott előjönnek az értékek. A Szent Atya azt kérte, arra buzdított bennünket, hogy szorgalmazzuk, hogy a unokák és a nagyszülők sokat beszélgessenek. Mert a szülőnek nyilván van dolga, kötelessége, elő kell teremteni a család anyagi lehetőségeit, a gyereket nevelni kell, rá kell szólni. Az egy másféle, nagyon fontos és szent kapcsolat. De a nagyszülők és az unokák között én magam is látom testvéreimnél, hogy ez egy különleges kapcsolat. És hogyha ebben ők egymásra figyelve megtalálják annak a módját, hogy akár elmondják, hogy a nagyszülőket hogyan nevelte a dédszülő, és mi az, ami őnekik fontos volt az életükben eddig, akkor valami kincset tudnak megőrizni és átadni a későbbi nemzedékeknek, és ez nagyon-nagyon fontos a Szent Atya szerint is, és biztos, hogy a mi gondolkodás módunk szerint is, hiszen önmagunkat szegényítenénk, hogyha ezt nem tartanánk fontosnak, és ezért nem dolgoznánk.
És a keresztény értéket, ahogy kiemelten, nagyon érdekes olvasmány került a kezembe minap, ilyen statisztikai jelentések, és hogy a vallásuk miatt a legtöbben, akiket üldöznek, keresztény emberek. Ez egy nagyon szomorú, újkori jelenség. Valamikor az ókorban ott volt a keresztény üldözés, és 3 évszázadon keresztül a kereszténység az üldözött vallás volt. Egészen a milánói ediktumig, amikor Nagy Konstantin egy égi látomás, egy csata előtt látta a keresztet és körül a föliratot, ejjelben győzni fogsz. És akkor ő megtért. Nyilván ebben benne volt édesanyjának, Szent Ilonának is a maga vallásossága és imádsága. És ettől kezdve a milánói ediktumtól, 313-tól a kereszténység védett vallás lett. Ettől kezdve nem üldözték a kereszténységet, joguk volt templomokat építeni, javadalmakra szert tenni. Elkezdődött az egyház szervezetének a kiépítettsége. Az egyházban megjelentek a püspökök, akiknek világi hatalmuk is lett, és a világban is jelentős szerepük volt, jelentős szavuk volt. Később az egyház ezzel a hatalmával, ezzel az erejével ugye kultúrát teremtett, művészeteket pártolt, és azok a kincsek, amelyek nyilván nem forintra tehetők igazából, Michelangelónak az alkotásai, vagy a többi nagy-nagy művésznek a zseniális festménye, szobra, bármilyen alkotása, azok ebből a keresztény gondolkodásmódból fakadtak, még akkor is, hogyha sokszor visszanyúltak, és pogány motívumokat is próbáltak ebbe belehozni. Nyilván volt egy időszak az egyház életébe, amikor a hit védelmében erőszakkal lépett föl maga az egyház is. Ennek a mértékét jó lenne tisztán látni, és történelmileg objektíven látni, és nem bizonyos hátsó szándékoktól vezérelve beszélni erről, színezni és úgy bemutatni ennek a valóságát, már csak azért sem, mert itt is azért ketté vált az egyházi és a világi hatalom, és más volt az, amit a király, mint katolikus uralkodó próbált vinni, és a maga eszközeivel próbált véghez vinni, és más volt az, amit az egyház a maga eszközeivel próbált véghez vinni. De ez az, amiért a II. János Pál pápa nagyon sokszor bocsánatot kért, amelyet sajnálunk, hogy ez volt, de nem tudunk tagadni, mert az élet része is hozzátartozott a világhoz. De aztán mégis valami békesség jött. Egymás mellett éltek a különböző felekezetek, és ebben mi magyarok különösen is fontos szerepet játszottunk, hiszen Erdélyben jól látjuk a felekezeteknek a békességét, és a Magyarországon élő, mai Magyarországon élő családok nagy része is úgynevezett vegyes vallásban él, tehát katolikus keresztény és protestáns keresztény emberek élnek békében, szeretetben, kölcsönös tiszteletben egymás mellett. De a világnak nem minden részén van ez így. Sokfelé a kereszténységet üldözik, sőt, ez tárgyszerű tény, hogy a keresztény vallás ma a világon a legüldözöttebb vallássá vált, sőt, a keresztény emberek közössége a legüldözöttebb emberi közösség ma a világon. Nagyon sokfelé életükkel játszanak azok, akik megvallják a hitüket, és mindenféle apróságért lehet egy embert lehetetlen helyzetbe hozni, egészen banális dolgokat lehet akár a korára hivatkozva állítani valakiről, aki ellen nem tud védekezni, akinek nincsen semmi eszköze, hogy megvédje magát, és akkor az ő számára az ítélet a halál, és pusztítják az embereket, keresztény közösségeket, sokszor egészen brutális módon, durván, és milyen fájdalmas módon sok-sok ezer keresztény életét kioltva évről évre. Ezért mi felelősek vagyunk. Az egyház és az állam is, a kormányunk is a maga módszereivel nagyon sokat tesz az üldözött keresztényekért. Mi is gyűjtést szerveztünk a hívek körébe, aztán ezt az összeget megduplázva tudjuk átadni az üldözötteknek, hogy otthonaikat tudják helyrehozni,
hogy kórházaik, iskoláik legyenek, hogy tudják a közösségek az életüket kezdeni. Aztán majd, amikor már az élet elindul, akkor nyilván a templomokra is sor kerül, de talán fontosabb a templom cicomázásánál az, hogy legyen otthon, ahol együtt tud élni a család, és tudják egymást segíteni szeretetben. Most ez a fő hangsúly. Ebben a kormányzat is jelentős erőket, jelentős áldozatot vállal, hogy megteszi azt az üldözöttekért, amit meg kell tennie, sőt úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit tehetünk, mert ha idehozzuk ezeket az embereket, előbb-utóbb a mi erőink is elfogynak. Ezt megtették az ős keresztények. Látták a szegényt, adtak neki, de a forrásokat nem tudták biztosítani. Előbb-utóbb elszegényedett mindenki, és már nem volt, amiből segítség. Tehát a forrást azt őrizni kell, a lehetőséget azt meg kell hagyni, hogy állandóan újra tudjuk termelni azt, amivel tudunk segíteni. És hát persze ez úgy megy, hogy ott próbálunk megélhetést, emberhez méltó körülményeket teremteni, ahol az ő hazájuk van, ahol az ő gyökereik vannak, és ők mindig is visszakívánkoznak. Mint hogy a Magyarországról elüldözöttek, 45-56-ba elüldözöttek, mindig visszakívánkoznak, mert hát itt vagyunk itthon. Ott élünk, jól is élünk, meg is szoktuk, de ez a mi otthonunk, ide vágyunk vissza, ez a mi szülőhazánk, a mi szülőföldünk. Meg talán arra is jó példa ez, hogy ahol valóban baj van, ott kiáll a segítség. Igen. Tehát oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van. És nagyon fontos dolog ez, hogy mi ezt megérezzük és segítünk, és sokféle módon segítünk. Én nagyon örülök, hogy az első keresztény üldözés hírére, ami Indiából jött, itt nálunk Magyarországon, vagy itt Székesfehérváron megszületett egy imádság a 21. századi keresztényekért. Ezt aztán különböző szerzetes közösségek elvitték a világba, és örömmel hallom, hogy Vietnámban imádkozzák ezt a imádságot, és sokfelé máshol is, amerikai közösségekről is tudok, hogy imádkozzák, és Európában is. És ez mind-mind erőt ad. Egyek vagyunk, összetartozunk. Ha egy szenved, az többi tag is szenved, és ha a többi tag kiáll az egy szenvedő mellett, az neki lelki erőt is jelent. Ezért is szeretnék eljutni Irakba, ezekhez az üldözött keresztényekhez, hogy ne csak a anyagi lehetőségeinket próbáljuk meg megosztani velük, hanem a szeretetünket konkrét formában is mutassuk meg, hogy elmegyünk oda, ahol az ő életük sokszor szenvedéssel teli életük zajlik, és abban valami részt vállalunk, hogy a jelenlétünkkel is erősítsük, a közös imádságunkkal támogassuk, és a szeretet kapcsolatot így mélyítsük és erősítsük egymás között. És azt hiszem, hogy ez így karácsonykor még hangsúlyosabban fontos, hogy kicsit tényleg kitárjuk a szívünket, és megteljünk szeretettel. Valóban, mindenki felé ezt a szeretetet kell sugározni, amit nekünk a Jóisten ad. Őtől lekapjuk, mint a nap fényét, és nekünk, mint valamiféle tiszta tükörnek kell ezt a fényt lehetőleg csorbítatlanul tovább sugározni, tovább ragyogni bele a világba, hogy minden ember élete megteljen fénnyel, minden ember előtt legyen remény, minden ember szíve igazán szeretettől legyen teljes. Püspök atya, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, ünnepi beszélgetésekkel, akkor is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban.